Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Karcagon, a tiszteletbeli kazak konzulátus irodájában, hiszen Magyarország kazaksztáni nagykövete látogatott ide, Dobos László polgármester úr és Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke fogadta. A tolmácsolásban Kajrat Kamarov titkár úr fog nekünk segíteni. Kérem, mutassa be nézőinknek a nagykövetet. Nurbakh Rustemov, posol Kazahstana, Kazahstan Respublikasının... Nurbakh Rustemov, kazak nagykövet vagyok. Először vagyok itt Karcagon, ahol történelmi gyökerű rokonainkat vagyok látogatva, náluk vagyok látogatva, és most éppen ellátogattunk polgármesterségre, és most éppen kazak tiszteletbeli konzulatus irodájában tartózkodunk. Ez nagy szimbolikus számunkra, hogy itt Karcagon van egy kazak földnek egy része, ahol otthonosan tudunk érezni magunk. Úgy tudom, hogy csak a megyében most érkezett még először, körülbelül fél éve van nagykövető Magyarországon, és amikor jöttek, megnéztek azért sok mindent a városból. Milyenek a benyomásai a városról? Erényi, osz halaga körbkeresetünk ezde, onk sétmizde. Amikor idefelé jöttünk, akkor jobb oldalon láttam ilyen kun babakat, vagy kun babal emlékét, akkor úgy éreztem, mintha Kazahsztánnak melyik területén bajon vagyok, és így nagyon megható volt itt érezni, és azt látni, hogy Európa közepén itt van ilyen műemléké, vagy ilyen emléké. Nagyon megható volt. Szóval őzmünk élmű zsasz üretni, őz tarikhimde, braz biletni az amat létni, bol zsír, őté meg a zsilból köründe. Megyénk is egy kazak megye is testvér megye lett. Hogyan látja a két megye jövőjét, tehát az együttműködést tekintve? Zsalpa, bárlás, oblasztár, bárlás, halalár, digendár, szóval őté zsak sztéptünöm. Őtkén ol, bizdünk kármpatnasztárdága, A népi diplomáciában ezek a testvérvárosi, testvér régiói kapcsolatok nagy szerepet játszanak, és amat még az jasz nagykön szólnak megye testvér régiói kapcsolata az én véleményem szerint nem csak nagy befektetők, hanem kis és középvállalkozások egymás keresésében, kulturális gazdasági kapcsolatok felvételében nagyot fog segíteni. Солнок осы регионның қарым-қатынастары өте нығайтыла береді дегенге мен өте сенімдім. Azt kívánom akkor, hogy Karcag is és a megyénk is virágozon ebben a kapcsolatban, és legyenek ilyen jó kapcsolatok, amiről nagykövet úr is beszélt. Úrkén rákbet szövészizgé, köszönöm szépen. Dobos László polgármester úr fogadta a nagykövet urat, és tájékoztatta a város és a kazak-karcagi kapcsolatairól. Azt hiszem, hogy itt az előbb hallottuk, hogy elismeréssel szólt nagykövet ura elmúlt jó másfél évtizedről, amit megtettünk ebben a témában. Polgármester úr, hogyan látja? Hát először is nagy megtiszteltetés számunkra, a város számára és a városvezetés számára, hogy hogy Kazahsztán nagykövete látogatást tesz településünkön. Ez az első hivatalos látogatása, kinevezése óta. Természetesen tájékoztatást adtam a városról, a nagykunságról, egyáltalán az itt élő emberekről, hiszen rokoni kapcsolatok fűzik a kunokat a kazasztáni kikcsakokhoz. Elmondtam, hogy nagyon komoly kulturális, néprajzi alapokra helyeztük a kapcsolatainkat, és arra számítunk, hogy az ő nagykövetsége idején a gazdasági élet is fellendül a vállalkozók és a két ország között, és kézzelfogható eredményeket szeretnénk elérni a továbbiakban. Ő ehhez természetesen a segítségét fogja nyújtani. Egy pillanatra beült a konzul székébe is, hiszen bemutattuk a kazak konzulátust is neki, és nagyon örült, hogy ismét működik a konzulátus, és remélte, hogy sokáig még így lesz. Ön viszont elmondta neki, hiszen ő ezt nem tudhatta, hogy azért nem volt ez mindig így. Nagyon sokat tett ezért a város, és hogy ez ismét megnyílhasson ez a konzulátus. Igen, hát amikor először megnyílt ez a konzulátus, akkor mindenki örült, aztán volt egy olyan politikai helyzet az országban, amikor meg akarták szüntetni
hivatalosan meg is szűnt, de mi soha nem zártuk be ezt a szobát, és soha nem került le Kazasztán címere a Városháza faláról. És hát ismét egy politikai fordulat után szerencsére ismételten működik, és hivatalosan megnyitásra került. És reméljük, hogy sok olyan ügyet fognak itt intézni Horváth László tiszteletbeli konzul úrék, ami esetleg karcagi vállalkozások juthatnak így el Kazaksztánba, és Karcag is gazdagodhat ezáltal. Hát még egyszer mondom, hogy kell azért egy hosszú időszak, amikor megismerik egymást, főleg ilyen távoli országból érkező emberek, politikusok, diplomaták. Ez az időszak már úgy tűnik, hogy komoly alapot képez arra, hogy valóban egy gazdasági kapcsolatrendszer is kialakuljon a két ország között és az országokban élő vállalkozók között. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy hamarosan majd beszámolhatunk arról, hogy elindult valami a két ország és Karcag és Kazasztán között. Hát ezen fogunk munkálkodni a jövőben természetesen. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke fogadta először Szolnokon a nagykövet urat, és ön kísérte Karcagra. Úgy tudjuk, hogy először látogatott megyénkben a nagykövet. Igen, ez volt az első hivatalos látogatása a megyénkben. Szolnokon láttam először vendégül, és úgy gondoltam, hogy ha már Szolnokra eljön, akkor azt a nap délutánját mindenképpen Karcagra kell fordítani, hiszen egy kazak nagykövet, ha bemutatkozik a megyénkbe, akkor Karcagon is be kell mutatkozni. Így jöttünk ide a Karcagi Nagykun Múzeumban, voltunk a Városházán, megnéztük a konzulátusnak a termét, és hát kicsit ismerkedett ő is a karcagiakkal, a karcagi kunok életével. Nagyon sokat tudott már a nagykövet úr rólunk, karcagiakról, kunokról, hiszen felkészült, és Kazasztánban nagyon jó híre van a városunknak. Nagykövet úr azt mondta, hogy Kazasztánban legalább annyit tudnak Karcagról, mint Budapestről. Tehát ez a két várost egyformán ismerik, ez mindenképpen örömmel és büszkeséggel tölt el. Abba egyeztünk meg a nagykövet úrral, hogy most már azon a szakaszon túl tudunk lépni, hogy csak a kulturális kapcsolatokat erősítjük. Most már a gazdasági, a kőkemény gazdasági kapcsolatok építésére is fogunk teret szentelni, hiszen Kazasztán az utóbbi 15-20 évben gazdaságilag nem csak Közép-Ázsia, de a világ gazdaságának is meghatározó szereplőjévé vált, és hát az együttműködésünk így maximálisan virágzó lehet. Dobos László polgármester úrnak is azt kívántam, hogy a konzulátuson minél több vízumot kelljen kiadni karcagi vállalkozásoknak, amelyek Kazaksztánba exportálnak, és így gazdagíthatják városunkat. Azt gondolom, hogy ez a megyére is ugyanígy igaz. Igen, mindenképpen, hiszen nem csak abba gondolkozunk, hogy magyar vállalkozók tudjanak Kazasztánba menni, ez is nagyon fontos, de kazak befektetők is, hogyha Európába gondolkodnak, az Európai Unióba, Nyugat-Európába, akkor ezt Magyarországon keresztül, Karcagon keresztül tegyék, hiszen most már a kazak tőke olyan jelentős energetikai befektetésekbe, egyéb befektetésekbe, hogy erre is számítani lehet. És már azt látom, hogy most már magyar vállalkozók is, mezőgazdasági vállalkozók, de egyéb területen is lépnek Kazasztánba. Most már nem csak, hogy adjunk el valamit, vegyünk valamit, hanem rendes gazdasági termelő befektetések jönnek létre mind a két országba. Csak példát mondok, itt egy 10 évvel ezelőtt egy kazak befektetésként Romániába vették meg a legnagyobb kőolajipari céget. Ez történhetett volna, ez a befektetés Magyarországon is. Mi arra törekszünk, hogy a következő nagy európai befektetése Kazasztánnak Magyarországon ebbe a térségbe, ebbe a megyébe és ebbe a városba történjen. Hát én akkor ehhez nagyon eredményes és kitartó munkát és tárgyalást kívánok önnek és az egész megyének, hiszen ez mindannyiunk érdeke is. Hát köszönöm szépen, kitartásban nem lesz hiány, hiszen sose fogjuk ezt feladni. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.